A 2020 évi országos könyvtári napok eseményei két jelentős évforduló köré koncentrálódnak. 30. születésnapját ünnepli az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalommal kerül sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt megmozgató rendezvény sorozatára. A szakma szeretne minél több olyan személyt elérni és megnyerni, akik életében még nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás. Hát október 5-től 11-ig lesz ez a programsorozat itt a könyvtárban, meg ugye országszerte. Tehát a lehető legtöbb könyvtár ilyenkor bekapcsolódik, illetve intézmények és könyvtárosok, illetve résztvevők, tehát sok a látogató. Minden napra szerveztünk programokat különböző témákban. Az Állatok Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, ennek az eredmény hirdetése, illetve kiállítás megnyitója lesz hétfőn, délután 4 órakor itt a könyvtárban. Kedden a történelmi nap, ugye október 6-a, az aradi vértanúkról, tehát ilyen miniatűr kiállításaink lesznek. Szerdán szeretnénk a kisgyermekes családoknak kedvezni, zenés mesés foglalkozás lesz. Szerdán az egészségfejlesztési iroda fog kitelepülni hozzánk játszóházzal még, illetve Alfa Klub lesz a szülőknek ilyen beszélgetés. Szerda délután 17 órakor Juhász Iván könyvbemutatója lesz itt a könyvtárban, Csillagutazók címmel. Ez egy többkötetes regény lesz, ennek az első része készült el, most nemrég adták ki, itt lesz nálunk először bemutatva. Csütörtökön délelőtt vendégünk lesz Beck Andrea, ő a Titoktündér könyvsorozat szerzője, és interaktív foglalkozást fog tartani itt a gyerekeknek. Ezek a zöld csomagok arra várnak, hogy gazdára lejjenek. A könyvtár dolgozóinak kezdeményezésére az érdeklődők a város parkjaiban találhatnak maguknak olvasnivalót. Október 9-én, pénteken, reggel 8 és 9 óra között a kollégáimmal Találj könyvet Bonyhádon akciót hirdettünk, ahol amikor a városközpontban, a kaszinótéren és a percekertben könyveket fogunk elhagyni. Aki megtalálja, az nyugodtan bontsa ki, a könyv az övé, és olvassa el, ami benne van. Tehát egy szelfit kell készíteni a könyvvel, elküldeni nekünk Messenger üzenetbe, és vasárnap délután majd sorsolunk. Pénteken 17 órai kezdete, Miki Endre Gábor könyvbemutatója lesz, a Szekszárdi és Geresdi Dombság turista kalauza címmel. Szombaton Kéméni Tamás harmonikás tart koncertet a Perccel kertben. Október 11-én vasárnap, könyves vasárnapunk lesz, rendkívül nyitvatartással várjuk az ide látogatókat 14:30-tól 17:30-ig. Szabadtéri rendezvényeket is szervezünk. A Dobogó Egyesület jóvoltából akadálypálya lesz gyerekeknek ügyességi versenyfeladatokkal. Kitelepül a 10 millió fa bonyhádi csoportja. Ők is itt lesznek délután velünk feladatokkal, játékokkal. A nap folyamán közösségi virágültetés lesz itt a Perccel kertben, illetve egy fát is el fogunk ültetni, az ültesfát is olvas alatt a pályázat nyereményeként. A Bonyhádi Városi Könyvtár minden érdeklődőt szeretettel vár a Könyvtári Hét programsorozatára.